Jó estét rád. Jó estét, szeretet. Fejes Endre 1969-ben megjelent, igaz történeten alapuló regénye mára klasszikusnak számít a magyar irodalomban. Filmes adaptációjában a 70-es évek színész egyéniségei nyújtottak kivételes alakításokat, a Víg Színházban született zenés színpadi változat pedig Presser Gábor dalaival vált széles körben ismerté. Most a Móricz Zsigmond Színház társulata vitte színre a darabot. Presser Gábor klasszikus dalait Zságer Varga Ákos barátom hangszerelte újra és modernizálta, rendkívül dinamikus és modern hangzásvilággal, szóval én azt gondolom, hogy az egész előadásnak fantasztikus zenei világa lett így, kettejük szerzői tevékenysége által, de az egész formanyelve, az egész univerzum, amit megteremtettünk, az nagyon is mai és modern színházat csinál. A történet pedig olyan emberi érzésekről szól, amik szerintem a mai ember számára ugyanúgy átérhetőek, mint amikor a regény keletkezett. A történet középpontjában egy titokzatos görög diplomata, Viktor Edman áll, aki luxus éttermekben fényűző vacsorákkal hódítja a fiatal magyar lányokat, akik bele is szeretnek a férfiba. A fiatalember kedves és nagyvonalú, ám időnként hirtelen ingerülté válik, viselkedése furcsa lesz. Az összetett karaktert Tar Dániel alakítja, aki tavaly főiskolai gyakorlatra érkezett Nyíregyházára, a színház pedig a következő évattól le is szerződteti a művészt. Elképesztő, amit a Dani, a Tar Dániel művel ebben az előadásban. Tehát egy olyan alakítást nyújt az, és egy ilyen fiatalembernek nagyon megterhelő lehet még a pályájának ennyire az elején, hogy egy ekkora főszerepet, ami az előadás első percétől az utolsó másodpercig róla szól. Ezt végigvinni, és nem csak az alakítást magát, hanem ugye tánccal, énekkel, mindennel, érzelmileg, ez egy nagyon nagy feladat, és azt gondolom, hogy a Dani erőn felül teljesített benne, és egészen kivételes alakítás nyújt. És rajta kívül még szintén nagy örömöm ebben az előadásban, hogy a fiatalabb generációk játsszák a főbb szerepeket, akik kivétel nélkül meg tudják csillogtatni a tudásukat, tehát azok a fiatalok, akik most idejöttek hozzánk a Móricz Zsigmond Színházba, egytől egyig meg tudják mutatni oroszlán körmeiket, kivételesen érzékenyen és okosan játszanak benne, gyönyörű szépek mindezzel együtt, és a színháznak az úgymond veteránjai, tehát a felnőttebb korosztályok is felbukkannak az előadásban kisebb epizódszerepekben, és nagyon büszke vagyok, és hálás nekik, hogy emelik a fiatalokat, és viszik ennek az egésznek a közegét. A Jó estét nyár, Jó estét szerelem című zenés színművet június 18-án a Rózsakert szabadtéri színpadon mutatja be a társulat, majd az előadás kamara darabként a következő évad repertoárjában is szerepel.